Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain tudásforrás, és továbbra is érkeznek a rossz híre Kínából egyenesen szállítva, ugyanis a nyomás az tovább folytatódik. Az első ír arról szól, hogy Kína harmadik legnagyobb bankja bejelentette hogy bizony, ha bármelyik, tehát tiltani fogja azt, ha bármelyik ügyfele olyan tranzakciót szeretne folytatni, ami bitcoinhoz, vagy bármilyen más kriptovalutához köthető. Aztán a másik negatív hír Kínából, ami ugye megzuhantotta itt a hash -rátát is, hogy e, Sichuanban bizony e, ott is betiltják a bányászatot, folyamatosan kapcsolják le a bányagépeket. Ez már az ötödik ilyen tartomány Kínában, ahol ez bekövetkezik. Hiába lehet látni, hogy a kínaiak most jelen pillanatban abszolút a kriptó és a bitcoin ellen mennek. És hogy lesz ez nekünk jó? Erről is fog egyébként beszélni. Bár tudom, hogy most gyülekeznek a sötét felhők, és azt lehet látni. Aztán a harmadik hit pedig arról szól, hogy Robert Kiyosaki róla már többször beszéltem. Ezúttal azt mondja, hogy egy nagy esés fog következni. Itt ez nem csak a kriptóra vonatkozik, hanem az ő ö, olvasatában természetesen itt a, a pénznyomtatás, ö, mint fő ok és az infláció. Tehát a tőzsdén is akár, és ő azt mondja, hogy a bitcoin 24 ezer dollára is leeshet. Nos, ezek lesznek majd már a hírek, és persze jönnek majd a kérdések és azokra a válaszok a videó második felében. Nagyon fontos, hogy amikor pörög a piac, megyünk fölfele, akkor bizony legyél napra kész, hogy tud, hogy mik azok a dolgok, amikbe érdemes belépni, mik a jó hírek. Viszont még fontosabb, hogy tud, hogy mik történnek a piacon, hogyha éppenséggel ilyen hangulat van, mint most jelen pillanatban, amikor próbálod megóvni a már Keserves munkával megkeresett kriptódat, ugyanis jönnek a folyamatos rossz hírek. Ezért szerintem nagyon fontos, hogy itt legyél a Blockchain Blue Hungary platformon. Nem kell más tenni. Euh, Likeold, persze, akkor, hogyha tetszik ez a tartalom, de ami még fontosabb, hogy mindenképpen iratkozz fel, nyom meg a csengét, és utána pedig az összes gombot ugyanis akkor mindig megy az értesítés, ahogy kijön egy új videó. És nézzétek, tényleg nagyon-nagyon volatilis ez a piac. Hogyha szeretnétek ebben részt venni, akkor tisztában kell lenni azzal, hogy mikor vagyunk lent, mikor vagyunk fent, mikor milyen trendek vannak, hogyan érdemes viselkedni, hogyan érdemes hosszú távon gondolkozni a kriptóban. És hogyha nem vagy ide feliratkozva, akkor bizony, ezekről a hírekről, magyarul szépen így összefoglalva minden hétköznap lemaradsz. Szóval nincs vesztenivalód, itt van a helyet szerintem. Aztán megszerettem volna mutatni egy másik érdekességet, például azt, hogy megjelent egy újabb cikk a Forbes magazin hasábjain, itt a neten, és Topolai Gábor tollából, aki több kriptó szakértőt kérdezett meg arról, hogy bizony, mik lehetnek azok a spekulatív kriptók, tehát kicsi ö, piaci kapitalizációval rendelkezők, amik szerintük ugye a jövőben ígéretesek lehetnek. És ö, itt megtaláljátok az enyémet is, itt van Pinke Attila. Blockchain Bloom Hungary YouTube csatorna tulajdonosa, tehát én is ö, mesélek egyről, és elmondom az érvényet mellett. Tehát tudom, hogy érdekelnek bennetek és sokszor ezek a ö, ígéretes ö, kriptók. Tudom, most ilyen a helyzet a piacon, de most hosszú távon gondolkozunk. Jó, de más is található itt van például ö, Patoki Gábor, aki az Automata network ö, ajánlotta. És ha már Patoki Gáborról beszélek, meg is mutatom az úriembert, aki nem ismerné. Róla is megjelent a cikk, most igen csak frissen a Forbesban június 14-én, méghozzá róla és Cégéről, aki kifejlesztették a Profit Manager nevű ö, dolgot, ami igazából segít neked sikeresebben kereskedni, hogy ő fogalmazna, stresszmentesebben kereskedni. Ez egy nem egy olyan robot, amit úgy beállítasz, aztán elszabadul és mindent csinál, pontosan nem tudsz beállítani, csak beteszel valami pénzt. Nem, itt te állítod be a feltételeket, és akár csúszós toploszra is képes, és emellett természetesen pedig egy váltón, a Binance-en van igazából a pénzed, tehát abszolút hozzáférsz a dolgokhoz, akkor szállsz ki, amikor te akarsz, annyival szállsz be, amikor te akarsz, annyival szállsz be. Szóval szerintem egy érdekes dolog lehet, mindenképpen magyar találmány, az is nekem nagyon tetszik. Szóval Gábor jön szerdán ide a Blockchain Blue Hungary stúdiójába, ide meghívtam, és fogunk erről beszélgetni. És akkor mi a másik fontos dolog, hogy tudom, hogy nagyon sok kérdésetek van mindig, hogy fú, akkor ez mi lehet, hogy lehet? Beteszem ezeket a linkeket, akár előbbi másik Forbes a, link, Forbes a linkét, és ezt a linket is, hogy el tudjátok olvasni, föl tudjátok kicsit készülni, hogy miről fog ez szólni. Ugyanis ti, akik ott vagytok a Patreon csoportban, nektek egy külön videó fog készülni Gáborral. Tegyétek fel a kérdéseiteket, hogyha érdekel, hogy hogyan működik ez a rendszer, ami esetleg megfordul a fejedbe, kétségeid vannak, bármi ilyesmi, tedd fel, és miután le fog menni a napi videó ö, Pataki ö, Gáborral együtt ami ugye itt megy a Youtube-on, utána megyünk át a Patreon csoportra, és ott minden olyan kérdés megválaszolásra kerül, amit ott feltesztek. Ma föl fogom tenni a patreon a linket, és utána szépen lehet föltenni a kérdéseket, amiket addig tessék összegyűjteni, amíg szerdán nem jön Gábor ide a stúdióba, tehát inkább azt mondom, hogy ked éjfélig, és utána pedig azokat fogom neki feltenni a videóba, amit teszek fel a Patreon-ba, tehát ti is tudjatok direktben kérdezni tőle. Jó? Na, próbálok tényleg mindent megtenni, hogy, hogy, hogy minél több információ a forrástól eljusson nektek, és nektek legyen lehetőséget kérdezni. Nyilván erre alkalmatlan ez a napi videó platform, tehát itt minden nem fér bele, azért csináltam egy olyan lehetőséget, hogy akik jó, jobban érdekli, annak ott van a Patreon. Na, de akkor már is menjünk tovább, és meg is nézzük, hogy hogyan néz ki a piac. Szóval megakadt a egy kicsit, hogy bitcoin ekkorát esett, de rájöttem, hogy nem azon felül. És így is szép. Mármint az esés. 32.980 dolláron ez egy 7,3%-os esés az elmúlt 24 órában, de nem kevesebb, mint 17%-ot zuhant 7 nap alatt. Az Ethereum előbb már 2000 alá is benézett, most 2010 dolláron 8,7%-ot lefele. 7 nap alatt pedig több mint 20%-ot ment el. Mutatom a nyerteseket, de ahogy mutatom, nincsen semmilyen nyertes itt a top 100-ban, ugyanis jelen pillanatban ez egy olyan nap, ahol negatív a hangulat, tehát inkább Mikulásos, egy kicsit pirosban vagyunk, és akkor tessék, egy-két reprezentatív minta, gyorsan a Stax, 16%-ot esett az elmúlt 24 órában Quantum, 13%-ot nem, 13% és így tovább, és így tovább, tehát itt a top 100-ban látod a vesztesek listáját. Hogyha rátekintünk erre, hogy hogyan is néz ki, hát akkor bizony, amiről beszéltem, bekövetkezett a halálkereszt, ami nem más, mint amikor az 50 napos mozgó átlag fölülről keresztezi a 200 napos mozgó átlagot, itt a zöld a 200 napos, a 50 napos a piros, és látjátok itt, meg is történt június 19-én, <kül> és utána jött is az esés, amire, amire nem csak a kereszt, hanem nyilván Kína is nagyban rásegített, és majd meglátjuk, hogy meddig, meddig, meddig esünk most. Minden esetre beszéljünk ezekről a kínai hírakről szerintem, hiszen jelen pillanatban ezek mozgatják a piacot. Az első ugye a harmadik legnagyobb bankról szól, ami tiltja az ügyfeleinek, hogy bármiféle kriptós uh, tranzakciót folytassanak, amit uh, a bankon keresztül. Hát egyre jobban úgy néz ki a helyzet, hogy Kína egyre kevésbé kultiválja a kriptót, a bitcoint, és természetesen folyamatosan jönnek a negatív hírek. Ugye most nagyon ütik ezt a vasat, tehát itt is van már is az első, amit akartam hozni, hiszen ez a frissebb, ami nem más, mint a harmadik legnagyobb bank Kínában, ami egyébként az Agriculture Bank of China. Nos, ők ö, bejelentették, hogy ö, bizony az ügyfeleik, ö, nem végezhetnek bármiféle olyan tranzakciót, ami bitcoinhoz vagy a kriptóhoz ö, köthető úgy ámblokk, és természetesen már számos rossz hír érkezett Kínából az utóbbi időszakban, de ez mindenképpen, most az újabb haba tortán ez okozta a mai hétfői újabb esést. A másik hír már egy picit korábban kijött, arról mindjárt beszélek, az pedig a bányászat betiltásáról van szó. Ugye ott is már volt egy esés, meg halálkereszt, meg amit akarsz, és akkor hogy picit próbált volna följönni a bitcoin levegőért, na és akkor? Akkor jött a puff, a másik balegyenes, és akkor ezért láthatjuk ott a bitcoin ahol jelen pillanatban van, tehát itt is mutatja, hogy hétfőn megyünk tovább, egyenlőre lefele, gyönyörű szép piros gyertya, hova, micsoda pofon. De egyenlőre pik, lehet, hogy felállt, és megy tovább a buli, Na, de akkor jöjjön a második hír, mert ez egymásra épül egy kicsit. Tehát a második hír pedig nem szól másról, mint itt van ez a bizonyos Sichuan tartomány, ahol szintén betiltották a bányászatot és kapcsolják le a bányászgépeket. Na, vágjunk ebbe is bele. Ugye több területén is kínának, ezt már bejelentették, hogy bizony, vége a bulinak, itt te nem bányászol tovább, és ugye betétják ezt a bányászatot. Itt van a legújabb versenyző, már is mutatom a sorban, nem más, mint hát, Gyerekek, nem vagyok kínai, maradjunk abban, hogy a kiejtéssel csak küzdök, de majd lesz valami, tehát e, Sichuan, tartományban ugye betiltják itt a bányászatot, ugye ez a hír megrázta egy kicsit a bitcoinosokat, ugyanis leesett a hash ráta is elég rendesen, 100 hexahash per szekundumra, ami egyébként nagyságrendileg kevesebb 50%-kal, mint a mindenkori csúcs. És igen, ez egy újabb terület, ahol azt mondták, hogy bizony tessék befejezni a bányászatot. Itt írja, itt van a bejelentés, ettől a nagyon szép nevű Sichuan Development and Reform Commission and Energy Bureau, ők jelentették be, és uh, 26 ilyen uh, kriptobányát, vagy virtuális uh, valuta um, projektet ugye kapcsoltattak le, azt mondja itt, hogy vasárnap, és hát bizony, ez egy történelmi dolog, a Bitcoin 12 éves ö, életútja során. Nézzétek meg ezt a megható videót, már is bejátszom nektek. Bye! Bye! Bye. 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 See you! See you! Azaz! See you gyerekek. Valahol máshol, hogyha nem Kínában, akkor pedig valahol máshol lesz ez. Ugyanis, ö, szóval a folyamat az, hogy ugye itt van ez a Sichuan nevű, ez az ötödik ö, tartomány ugye Kínában, de aztán itt volt ugye belső Mongólia, hol is tart, hogy van igen, Inner Mongólia, aztán Yunnan, itt volt még Xinjiang, Zhongdong, gyerekek, tényleg remélem picit köze van a kínai ez legalább a, a, ahhoz, amit mondok, de hát na ez van. Szóval folyamatos, folyamatos bezárások, a bányák bezárása Kínában, ami igazából szerintem, hosszú távon. Egy jó dolog. Na miért mondom ezt? <coughs> a bitcoin az egy decentralizált digitális valuta. De bányászatilag jelen helyzetben, vagy mostanáig, lassan már mondhatjuk azt, igen csak centralizált, ugyanis nagyon-nagyon nagy része Kínában, hát lehet látni, okkal zuhan a hogy ott zárják be a bányákat. Viszont nézzétek meg hogyan reagál erre a világ? Azt mondja például Miami polgármestere, Frances Suarez, azt hiszem, Suarez, hogy meghívja a bányászokat Miami-ban, ugyanis azt mondja, hogy ott a, a nukleáris energiát föl lehetne használni, ott van még Kazasztán, várja a bányászokat, ott van El Salvador, amiről már többször beszéltem, szintén, welcome, tényleg jöhet ez a Will Smith dalé, Welcome to Miami, ez majd a bányászoknak szól. És beindult a verseny, hogy most, hogy Kínából menesztik őket, világ melyik területére menjenek tovább. Természetesen lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy jó, oké, okay, nekem ez elég volt ez a Bitcoin buli, én kéz, nem megyek sehova, a család itt van Kínában, én maradok, de annak ellenére viszont nagyon sokan olyanok lesznek olyanok, amik folytatni akarják ezt a tevékenységüket, és mennének tovább. Viszont ez azt eredményezi, hogy akkor egyik ide megy a másik oda, a harmadik oda. Ugye nem tudjuk, hogy még mi lesz a. Inkább nem mondok ki, hogy mi lesz a következő központ, mert ne legyen ilyen. Pont ennek körülnék, hogy ez a változás végre azt eredményezi, amit én már egy ideje, remélek, hogy be fog majd egyszer következni, hogy ne legyen centralizálva minden ennyire Kínában, hanem igenis legyen jobban szétozva, ha már maga ez egy decentralizált digitális valuta, akkor legyen úgy, hogy. Így a bányászata is legyen nagyon szépen decentralizált. A másik nagyon fontos, hogy ugye Kínában aztán tényleg a szenet felhasználva, ez a coal mining, ugye ö, ment, és innentől kezdve ugye a károsanyag kibocsátás amivel, hogy mennyi energiát használ fel a bitcoin, és hogy károsanyag kibocsátás, főleg ugye ezekre a bányákra vonatkozik. Tehát ezek a bezárásra kerülnek a nyugati országban vagy más országokban ugye nagyobb eséllyel már zöld energiával, újrahasznosítható energiával fogják ezeket működtetni, ami megint csak jót tesz és csökkenti a bitcoinnak az ökológiai lábnyomát, ami szerintem nagyon fontos szintén, hiszen az utóbbi időben ezek a támadások igencsak felerősödtek. Lásd Elon Musk! Szóval összességében, ami most történik Kínában, én azt mondom, hogy ez jót tesz a bitcoinnak hosszú távon, rövid távon, nyilván nem rövid távon, esik az ár, és most ott ütik, ahol tudják. De azért mindenképpen szerettem volna lendőt, hiszen én bármikor is itt a kriptóban csak hosszú távon gondolkozok. Nem foglalkoztatok igazából azok a rövid távú dolgok, hiszen aki csak azért van itt, hogy két perc alatt meggazdagodjon, az úgyis mostanra már legalább remélem rájött, hogy ez nem így működik a kriptóban. A befektetéseket tanulni kell, képezni magad, figyelni a piacot, lent venni, fent eladni, profitot kivenni, és aki ezt nem érti meg, hogy ez így működik, azok pedig bukni fognak, és elvesztik a pénzüket. Tehát két lehetőség van, vagy megtanulja az ember a, a szabályok szerint játszani a játékot, és nyereséges lesz, vagy kapkod, nem tanul, nem fektet be a tudásába, és utána ö, bukik, aztán vagy ö, jó fej, és bevallja, hogy jó, tényleg nem tettem meg mindent, vagy tudjátok a legkönnyebb mástokolni, a, a bitcoin a bitcoin a hibás, meg az az a másik, aki azt mondta, hogy az jó lesz. Hát ez még jó lehet? Ezt nem mondja senki, hogy rövid távon nem működik? Ó, hát nyilván ez egy meglepetés, senkit nem ért, mert hogyha kicsit csak visszahámozzuk magunkat, hogy hogy nézett ki a bitcoin görbéje, akár egy bikapiac folyamán, akár 2017-ben, kettő között, 14 és 17 között, vagy az előtt, mit látunk? Fel, le, fel, le. Szóval, most ugye nem lepődött meg senki, hogy van le is, és majd lesz fel, igen, lesz az is. Szóval a buli, mint olyan, nem halt meg, csak igazából vannak ilyen pihenések. És most jelen pillanatban, hogy ütik a bitcoin például a Kínából, nyilván ebbe az irányba megy a dolog. <kül> de egyszer így, egyszer úgy. Na de itt van Kiyosaki, aki azt mondja, hogy gyerekek, ha ez nem volt elég, akkor szerintem a bitcoin 24 ezer dollárig is lefogásni. Ugye Robert Kiyosaki, akiről már többször beszél... Na, beszéltem itt a videóban, aki ugye a gazdag papa, szegény könyv írója, vagy éppenséggel a Cashflow négyszög. Minden esetre érdemes szerintem az ő könyveit elolvasni ha már csak annyit ad hozzá a dologhoz, hogy egy kicsit másképp látsz rá ezekre a dolgokra, szerintem ilyen szempontból klassz. De hát tudjuk, hogy az utóbbi időben ő elment, és pro bitcoin lett, azaz minden bitcoin ért, és szerint ez egy jó dolog. Ugye eddig ő folyamatosan az ingatlanokat, a nemes filmeket, ez is ezeket preferálta, de hát aztán most már azt mondja, hogy bitcoin is, és várja a nagy esést, hogy jöhessen. Ő nem arra apelál, hogy csak a kriptóban várja, hanem pontosan az infláció, ami történik, ez a pénznyomtatás, az, hogy előbb-utóbb itt pukkan ez a lufi, tőzsdére is vonatkozik, ami természetesen kifoghatni a kriptópiacra. Itt a szalak cím az, hogy 24 ezer dollárra is várja a bitcoint, tehát azt mondja, hogy ez a legnagyobb buborék a világ történetében csak nő, tehát egyre jobban feszül, és így az a nagy esés ez érkezik és ő azt mondja, hogy vásárol még több aranyat, még több ezüstet, és vár, hogy a bitcoin leeshessen 24 ezer dollárra, amikor abból is még akkor rá szeretne vásárolni. Ugye, amikor itt 37 ezeren volt ö, májusban, akkor mondta, hogy esik a bitcoin, ez fantasztikus hír, mert ahogy majd még jobban egy akkor fog ő rávenni. Hiszen tényleg a befektetők, és most ezt csak tolmácsom az ő szavait, egyébként is, ami itt elhangzik, az nem befektetési tanácsadás, mert mindenki majd szépen magának eldönti. De az ő véleménye is mindig az, hogy azért kell, hogy mindig készen állj, mindig legyen valami készpénzed, mindig legyen valami stablecoinod, hogyha ha kriptózol, mert amikor a lehetőségek vannak, akkor tudsz vásárolni. Azok, akik fomóznak, kapkodnak, össze-vissza nem tanulnak és csak beleugranak, azok elköltik a pénzüket, amikor fent van, és amikor van egy jobb lehetőség, akkor először is mínuszban vannak, fogják a fejüket, a gyerekek csak esik, esik, most már nagyon mínuszban vagyok, Másik dolog pedig az, hogy nem tudnak akkor ö, kicsit korrigálni, nem tudnak akkor egy kicsit rávásárolni, amikor olyan a helyzet. De mondom, nem tanácsolás, ezek természetesen csak ö, ötletek. Szóval nagyon fontos, hogy ha van medvés időszak a piacon, akkor nagyon legyünk itt, akkor nagyon nézzük a videókat, a híreket, a tanuljunk, olvassunk. A leges legjobb, leges legjobb időszak a tudás megszerzésére és a megfelelő pozíciók megszerzésére. Amikor meg már dübörög megint az újabb a piac, mint ahogy most is tapasztalhattuk ugye az év elején, akkor meg csak aratjuk. Tehát akkor van a szüret. De akkor ne hagyjuk fönt az élet gyümölcsöket, mindegyiket. Hagyjunk fönt belőle, persze, hagyjunk fönt. De szüreteljünk is, mert ezért ültettük azt a fát, hogy legyen rajta gyümölcs, és legyen utána amit levenni, hogyha megnézzük, gyönyörködünk benne, aztán megrohadnak fönt a gyümölcsök, vagy lepottyannak, akkor mi értelme volt ennek a sok munkának? Szóval tanulság szerintem mindenkinek, aki később érkezett, hogy ragadja meg ezeket a lehetőségeket, és képezze magát, mert ö, rövid az élet, de hosszú is. <laughs> szóval mindenképpen jönnek még lehetőségek. És bizony nem keseregni kell az ilyen helyzetben, hanem a javunkra fordítani. Mert ha kesergünk, és csak a múltban lédünk, hogy ja és akkor elme... Á á á", akkor ennyi. Akkor kijelentetted, hogy te buktál, realizáltad a veszteségedet, és ennyi volt az egész. Szóval lehet ezt szerintem sokkal másképp is csinálni, másképpen, én azon a véleményem vagyok. Emlékszem arra, amikor 2017 végén voltunk, én azt mondtam, hogy gyerekek, vagy, vagy 18 elején, most indul a tanulási fázis, de nagyon keményen. Minden nap tanultam, olvastam a cikkeket, egyik kurzus után fizettem be a másodikra. Nem azt néztem, hogy mennyibe kerül az a kurzus, hanem azt, hogy ez nekem mennyit fog hozni, ugyanis gyerekpénzek, amiket beteszel a tudásba, amit ahhoz képes ki tudsz venni. <kül> ha jól csinálod, de ha megvan a tudásod, Tudsz is ugye megfelelően ö, lépegetni. Ezért is hoztam létre a kurzusokat, létrehoztam a Patreon csoportot. <kül> Tehát, hogy ha a lehetőséget nem lehet megmondani, hogy, hogy, az, hogy nincsen lehetőség tanulásra. Tanulásra van lehetőség, azt kell dönteni, hogy tanul az ember, vagy pedig sem. És utána ott álltam az első sorban. 2020 tavaszán, amikor ott volt a fekete csütörtök, és azt mondtam, amikor, nem is azt mondom, hogy márciusban, de áprilisban azt mondtam, megéreztem, jó, tényleg, akkor innen indul a piac. És aki akkor kezdett jókat vásárolni, akkor a Cardano 96%-os mínuszban volt mindenkori csúcsához képest. Akkor a bitcoin még ott volt, nem tudom, egy 7000 dollár környékén, amikor lehetett, szóval nem a mélypontot mondom, amikor a 3800, nem mondjuk akkor 7000 -et. Azok, akik okosak voltak, a bit medvepiacban tanulnak, akkor gyűjtögetnek, azok még mindig nem aggódnak. Azt mondják, hogy ja, bitcoin most itt van, 30 valami, akkor most jó, akkor végül is még mindig csak nem tudom, én ötszöröztem a jelen helyzetben. Jó volt az a 60 ezer, mert több volt, de csenek veszteségben, aki az előtt vásárolta a bitcoint, tehát még amikor 1000 dollárra minden, hát ott meg miről beszélünk, csak nem akartam ennyire elrúgaszkodni, csak picivel több, mint egy évet szerettem volna visszamenni. Na, ezeket csak azért mondom, hogy érdemes ezen elgondolkozni, amikor itt mindent így, így jajbeszékelünk, jaj temetünk, hogy ha hosszú távon gondolkozol, akkor lesz jó. De ha nem képzeld magad, csak bele ugrálsz, akkor meg. Akkor bizony így fog mindenki járni. Na jó, jöjjön akkor a következő részem, még nem szól másról, mint a kérdez-felelek-rovat érkezik. Ha kérdezni akarsz, hiszen ezen a csatornán megvan erre is a lehetőség, akkor nem kell más tenned, írsz egyszerűen a mindenkori videó alá, mármint az aznapi videó alá, a következő videóban pedig hozom a válaszokat. Egy párat kiválasztok innen, hogy még többen tudjunk tanulni, hiszen ez nem más, mint a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain tudásforrás. Minél több tudást akarok a zsebeidbe pakolni, ha úgy tetszik, amivel majd te úgy sávárkodsz, ahogy szeretnéd, csak a lehetőséget szeretném megadni ez a fontos nekem nagyon. Na nézzük is. Sziasztok, kérdésem a tokenekre utalna. Most sokszor hallom, hogy RC20-as, vagy RC721-es token, milyen típusok vannak még, illetve ez mit jelent? Az RC az akkor az Ethereum blokklánc használja, bocsánat, ha kicsi budyuta a kérdés. Nem, mindig kérde. nincsen olyan bugyut a kérdés, én, én minden kérdést azért szeretek, mert azért van föltéve, mert az az ember akkor éppen arra szeretné a választ megtudni. És el, sokan meg nem merik megkérdezni, tehát nagyon díjazom azt a, a bátrakat, akik megkérdezik. Annyit pontosítanék, hogy ez nem RC, hanem ERC. Tehát még egy elemér kerül ide elé. És a lényeg az, hogy az lényeg az Ethereum blokkláncon találhatók, az ERC721, ugye ez egy NFT token, itt van az ERC20-as, de például vannak mások is, a kérdezem, hogy milyenek vannak, mint például a BEP20-as, ugye az a Binance Smart Chain-en található, tehát egy másik blokkláncon vannak azok, egyébként maga a Binance Smart Chain is egy Ethereum fork, és hogyha kérdezed, mit jelentenek, tehát például az ERC, az annyit jelent, hogy Ethereum Request for comment. Ennek a rövidítése. Szóval ennyit akkor erről. Következő kérdés. A polkadot fundamentumairól lesz elemzés és a bitcoin -e való korrelációjáról? Köszi. Nos, fundament alapjai, hogy miről szól a polkadot, mit csinál. Gyerekek, már rég van elemzés erről. A polkadot még akkor készítettem, ide értem, fundamentális elemzést. A Patreon csoport, amikor csak 5 dollár volt. Most, hogy 48-szor esett, 20 dollár környékén van, már 5 dolláron fönt volt az elemzés. Időben erről szól a Patreon, mindent időben megtudni, és akik ott vannak, azok ezen az információval rendelkeznek. Ide nem fér bele a részletes elemzés, ide a napi hírek férnek bele, a Patreon pedig ott vannak ezek az elemzések. Szóval elkészítem őket, vannak, lehetőség adott. Szia Attila! szerinted miért mondják sokan, hogy az arany az egyik legjobb értékmegőrző? Ha megnézem a grafikonját, olyan, 2011 és 12 között vásárolta volna valaki, az kb. most 9 évvel később lenne a befektetési tőke érdekénél, még mindig ott van a 9 év inflációja, amit nem ugrott meg, valamint a közeleg még egy válság, akkor még csak nem is mostanában fogja. Ha ilyen szempontból nézem, ez számomra nem egy jó értékmegőrző tulajdonság, vagy valamit rosszul látok. Persze 2015 alján veszem meg, akkor jónak tűnik, de senki nem tudja, hogy hol az alja. Az én értelmezésekben a jó értékmegőrző bárhol is feljem, 7-8 év után már hozhatna valamit a konyhára, valamint sokan mondják, hogy ha jön a válság, alapanyagokban kell befektetni, 2008-as válságban az arany is bezúlt, és utána állt helyre. Akkor mi lehet, ami értékálló? Ha minden zuhan, valószínűleg ugye a kriptó is pénznek értéktelenedik. Nyilván. Tök jó meglátás, hogy most mi van, hogy akkor, amikor pánik van, akkor, akkor minden esik. Igen. De itt hosszabb időszakban gondolkozunk, és akkor hadd mutassak nektek egy ilyet, ábrát, ami arra mutat rá, hogy az, a, az amerikai dollárnak a vásárló értéke és az arany vásárló értéke. És nézzétek meg, hogy az érték az mit csökkent a dollárban. 1900 óta nézzük, és ez jelen pillanatban csak 2019-ig megy, higgyétek meg, azóta, higgyétek el, azóta még rosszabb a helyzet a dollár esetében, még jobb a helyzet az arany esetében, de lehet látni, hogyha itt ami 100 volt a dollárban, az jelen pillanatban itt van ez a kis műtyűr, 96%-os esés az értékében. Az arany pedig 1900 óta 7800%-ot ment fel. Tehát igen, úgy, mint a kriptónál is, vannak olyan időszakok, hiszen, hogyha belegondoltok, van a medvepiac, ugye egy sokkal rövidebb időről beszélünk, mint egy tőzsdeiről, ott tovább ülsz a mély ponton, és lassabb éppen a felemelkedés, de fontos megérteni, hogy itt hosszú távon gondolkozunk, és igen, vannak olyan időszakunk, amikor azt mondod, hogy jó, hát ez, ez, ez pár év alatt, ez még mindig nem érte meg, oké, ez teljesen benne van, de hogyha megnézed a pénznek a romlását, az viszont konstans. Na most ehhez képest, hogy az aranyban vannak például felmenetelek, lemenetelek, felmenetel, lemenetel, és ez vonatkozik természetesen kriptóra is, addig nézzétek meg a hosszabb lebontásnál, nem azt mondja, hogy napi szinten, napi szinten persze ugrálhat a dollárérték is felle, le, fel le, ilyesmit. De összességében, hogyha ilyen több éves lebontást nézel, akkor látod, hogy konstans módon megy az értéke. Szóval a fiat pénzekkel szemben, a, do, a, a aranynak, az ezüstnek, vagy ez esetben most ugye egész új dologról beszélünk, a kriptóról, a bitcoinról, 12 éve van csak itt velünk, ugye azoknak mindenképpen ö, van ereje, de természetesen mind mindenben, az aranyban is, a kriptóban is vannak esések, a kriptó nagyon volatilis, tehát mélyebbek az esések, nagyobb a felfelé a kilengés, ez a része a piacnak, de én azt mondom visszatérve itt a kérdésre, hogy ha a készpénzhez nézel a dolgot, tehát a fiat valutához inkább így mondanám, akkor mindenképpen ö, sokkal értékállóbb, és így értik azt, hogy az arany megőrzi az értékét, de természetesen ennek is van némi kilengése. Szia Attila, érdekelne, hogy mi a véleményed az AVE projektről? Szerintem nem rossz befektetési lehetőség van benne, örülnék, hogy a profi véleménynek ha jó vagy rossz ötlet ebben tenni pénzt előre, és köszönöm szóval. Nyilván tanácsalától nem mondok, de erre is azt mondom, hogy már rég fent van a részletes áve elemzés a Patreon csoportban. Aki még nem, tudja, föltesztek egy csomó olyan kérdést, amit én már rég nektek megválaszoltam. ami nem baj, mert oké, okay, és egyébként meg is írtam, hogy szerintem szerintem nem egy rossz projekt, nem tanácsadás, nagyon fontos, ez egy lending protokoll, tehát hogy ugye lehessen kölcsönadni, kölcsönvenni. És igencsak nagy benne a teljes érték, ami be van zárva, ugye a TVL. De még egyszer mondom, sajnos ezekre nem lesz időm itt vég kielemezni ezeket a projekteket, ezért szeretnék lelkiismeretesen videókat csinálni, jó? Tehát Patreonban ez is fent van. Aztán kaptam egy e-mailt, amit nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönök, bár nagyon óvatosan írta meg, ugyanis, á, rengeteg e-mailt kapok egyébként, teszem hozzá, kicsit nem is érem utol magam a patreon ugye mindenki megkapja minden nap a válaszát, de az e-mailekkel nyilván jól le vagyok maradva. Szóval azt írja, hogy talán nem érdekes a történetem, de megosztanám önnel. Ma este 23.45-kor a semmiből a gépen vírust jelzett, és kiírtotta. 10 perc rá az Atomic és a blockchain valetem le volt üritve, két lépcsős azonosítás kiátszva, nem is értem, a mai árfolyam szerint 5000 dollárom tűnt el, az én hibám hardware balletet kellett ö, kell használnom. Remélem, elolvassa ezt a mélt, és megosztja a többi emberrel, talán Valakit meg tudok menteni. Ha nem probléma, később küldök képet a dolgokról, hogy bizonyítani tudjam a leírtakat. Elnézést a szavarom, csak segíteni próbálok másoknak. Hát először is ne kérj elnézést, mert nagyon-nagyon jó fej vagy. Köszönöm szépen. Te felszólítottál arra, hogy másokkal is osszam meg. Nyilván itt most csak a neved látszik, hogy te vagy az Roland, de nyilván az e-mail címed nem, tehát úgy osztottam meg, hogy az, a, arra ne legyen rálátás. A lényeg az, hogy ha még mindig online pénztárcába tartjátok a pénzeteket, akkor legyetek minden nap felkészülve, hogy bármikor jön a hacker támadás, és azt bizony ürítheti neked. Jó? Nem véletlen tettem be a hardware wallet linkeket. Ott van a ledger, hogy jó helyről tud rendelni. Ha azon aggódsz, hogy esik a kriptó, az egy dolog. De azon is aggódni kell, hogy meg is maradjon az, az ami még ott van. És nyilván Nincsen száz százalékos biztonság semmiben ezen a világon, semmi nem, hogy ilyen tuti száz százalék. Nyilván tudjuk egy-két dolog van, de, de, de most itt általánosságban beszélek. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy a legtöbbet kihozzuk a dologból, és jelen pillanatban az összesből a legbiztonságosabb, hogyha nem váltón, nem offline pénztárcán, hanem egy hardware walleten, vagy több hardware walleten tartod a pénzed. Linkek itt vannak a videó alatt, ott van a, a Trezor is, ott van a, a Ledger is. Jó, akit érdekel. És egyébként ez meg egy nagyon-nagyon, tehát le a kalappal előtted, Történt vele egy veszteség, nagyon sokan úgy szoktak erre reagálni, hogy jó, hát hogyha én buktam, akkor nem majd, akkor másik is bukjon, én aztán nem fog segíteni hanem megírod nagyon szépen, nagyon kulturáltan, elismered a hibádat, és ez egy teljesen bír dolog, hidd el, én is hibáztam a kriptóban, nyilván, sőt, amikor én kezdtem, nem voltak ilyen lehetőségek, hogy honnan tudtam volna tanulni, hanem innen onnan próbáltam nagy nehezen összehalászni a dolgokat, és általában én magam mentem végig minden, aztán néha persze az ember pórújárt, járt, de hát ez benne van a ö, pakli van, így tanulunk, ez a része a folyamatnak és nagyon klassz, hogy ezt így megosztottad, és mások meg segíteni akarsz. Erről szült a Blockchain Bloom Hungary, tehát abszolút jó helyen volt az e-mailed. Nagyon szépen köszönöm. Nos, ennyit akkor mára. Természetesen holnap hozom a legfrissebb kriptorúta és blokklánc híreket. Ha tetszik ez a tartalom és fontosnak tartod tanulsz belőle, akkor nyomj egy lájkot. Tényleg ez semmibe nem kerül. Emellett pedig, aki még nincs itt, de láthatjátok, hogy mennyi-mennyi info van itt a napi videókban, az csak annyit kell tenni annak, hogy feliratkozik, Utána csengetjű és összes kezdve kapja már is az értesítéseket, ahogy egy új videó felkerül, ami holnap is jön, szóval, holnap találkozunk mindenkinek. Szép napot, sziasztok!